A Szabadkai Zeneiskola ünnepi hangversenyét a Garden Quartet nyitotta, amelynek tagjai az intézmény tanárai. Az eseményen az intézmény szimfonikus zenekara és vegyes kórusa is fellépett. A tanulók számára fontosak az ilyen jellegű fellépések. Ezzel gyakoroljuk a később az életben, hogyha majd többször lesz megpróbáltatás, megmérettetés, hogy már föl legyünk készülve a föllépések által, úgymond. Hát ez az iskolának a napja, születésnapja, és szerintem fontos, hogy mindenki részt vegyen, és hogy együtt ünnepeljük ezt a jeles napot. Vendégelőadók is bemutatkoztak az eseményen, a 11 éves Patkós Maja Magyarországról érkezett, és egy 47 húros hárfán játszott. 5 éve hárfázom, azért választottam ezt a hangszert, mert például a zongora meg a hegedű az nagyon sok gyerek játsza, és a hárfát pedig nem sokan. A külföldi fellépők mellett szerbiai nagyvárosok zeneiskoláiból is érkeztek vendégek. Vendégeket hívtunk. Vendégek jöttek Szegedről, a Péter Király, Király Péter König zeneiskolából, és az, ami fontos, onnan jött a hárfa, ami tényleg nagyon ritka hangszer, amit lehet hallani. Akkor Eszékről egy fagott művész, zomborból szólóének, Belgrádból zongora, két újvidéki zeneiskolából jöttek fölépni és részt venni a mi koncertünkön. Egyébként a Szabadkai Zeneiskolában minden szerdán fél héttől ingyen megnézhetik a növendékek hangszerjátékát az érdeklődők.